Hétfő 18 óra a küldetéstudat. Ahogy már megszokhatták, minden hétfő jelentkezik immár a küldetéstudat című műsor itt a Gömörés-Nógrád Rádióban, a nevem Bódi László, és az ismétlés pedig gyorsan megsugom, mielőtt elkezdenénk a műsort, kedden 10 órakor hallgathatják meg, illetve a YouTube csatornánkon az archívumunkban. A mai vendégem dr. Feketéni, dr. Benkó Kata, PhD hallgató, így egyeztünk meg a bemutatkozásban. Viszont a téma az teljesen érdekes, mert ön jogot tanult, illetve geográfusként végzett, de a mai témánk a kettévágott palócföld lesz. Én amikor ebbe az előadás sorozatában, vagy ebbe az előadásába belefutottam, akkor nagyon megfogott, hogy ennek a témának, hogy a palócföldet kettévágták, van olyan embere, aki ezzel jelenleg foglalkozik, beleásta magát, és valóban van ennek esetleg lelki hatása is mindmáig miránk? Kezdjük el a beszélgetést, és kezdjük el ott, hogy honnan is indult a kettévágott palócföld témájának feldolgozása. Üdvözlöm a műsorban! Én is üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is. Ez a téma talán amióta megszülettem érik bennem, ezt mondhatom. Viszont az, hogy intézményesen elkezdtem foglalkozni vele, igazából amikor elkezdtem dolgozni, és láttam, hogy akkor kezdtek ugye az ipari hidak is újjáépülni, és láttam, hogy mekkora igény van rá. Egy olyan igény, ami máshol talán nem jelentkezik, tehát messziről ezt nem lehet látni. De itt a helyben lakók maguk sem tudják sokszor megfogalmazni, de hogy egy más területen teljesen természetes, hogy folyón átkelek, itt nem természetes, hogy átkelek egy folyón. Noha tudjuk, hogy rokoni kapcsolatok vannak, a rokoni szálak összekötik ezt a területet, és ezen kívül az elmúlt évtizedekben ugye, hogy nem volt átjárás, más nincs. Tehát megszűntek a kapcsolatok, és ezzel kezdtem el foglalkozni, hogy vajon ezeknek milyen hatása van a gazdaságra. Tehát a közlekedés, a kultúra és a gazdaság hatása, egymásra hatását. Arra jutottam, és azt gondolom, hogy nagyon komoly hatása van az, hogy elérhetem-e a másikat, hogy ezek a rokoni szárak és a gazdasági szárak összekötnek el. De addig, amíg nem tudok egyik helyre a másikra elmenni, na addig biztos, hogy nem fognak. Tehát hiába szeretnénk. És ezt, hogy szeretnénk egymással kapcsolatot tartani, mi sem bizonyítja jobban, hogy akkor, amikor ugye nem lehetett eltérni, azért mindig megtalálták az okos palócok a módját, hogy tartsuk a kapcsolatot, bármilyen nehézség is volt. Tehát ugye a rokoni szárak így azért élők tudtak maradni. Hála Istennek nagyon sok emberrel tudtam beszélni, helyi lakossal, akik ezt visszaigazolták, hogy azért mindig is megvolt az igény, és most is megvan ugyanez az igény, hogy kapcsolódjunk össze. De ugye nagyon fontosak a rokoni szálak, de a gazdaság fejlődése is nagyon fontos lenne azért, hogy itt maradjanak a fiatalok, itt boldoguljanak. És ezért kezdtem a másik oldalról is vizsgálni, hogy vajon a gazdaság fejlesztéséhez milyen feltételek szükségesek, és megint abban botlottam bele, hogy ugye a gazdaságnak nagyon fontos az elérhetőség, az infrastruktúra. Addig, amíg mind a két terület periféria terület, egy határmenti elvágott terület, addig nagyon nehéz lesz kilábalni egymás nélkül. Igazából én azt gondolom, hogy csak egymás segítségével lehet. Hogyha mi összefogunk az ipoly két partján, ahogy ezt szokták is mondani, de ember, tényleg hiszek is, összefogunk, összetartozunk, hiszen valaha egy nép volt, egy népcsoport, tehát a palóc az itt is palóc, ott is palóc. Hogyha újra egységként tudunk, egy funkcionális régióként, én ezt a modern fogalmat tudnám itt fölhozni, tehát hogy tényleg a palócság funkcionális régióként meg tudná határozni magát, és közösen el tudna indulni. A palócságot és a palócokat érintve mondhatjuk, hogy a Kárpát-medence legnagyobb népcsoportjáról beszélünk. Én nagyon sokat tanulmányoztam valójában a saját népemet, népcsoportomat, és közel 420 ezeren vagyunk, de még lehet, hogy alul is kalibráltam a számunkat, mert lehúzódunk egészen Eger környékéig, egyes falvakban még mindig palócokról beszélünk, de ugyanúgy Nyitrán, a Zoboráján, a lenti déli falvak is ugyanúgy palóc nyelvjárással beszélő népcsoport, tehát a palócoknak a tagjai. És itt a kérdésem az, hogy valójában minket rázott meg a legjobban a triani kettészakítás. Itt érezhető a legjobban a leszakadás, annak ellenére, hogyha
Losoncot vesszük, akkor Kispestként nevezték Trianon előtt, óriási kulturális élettel és olyan személyiségekkel, akik a magyar kultúrához és a magyar történelemhez hozzáadták a nevüket. De ha itt most konkrétan Gömörben, ahogy az interjú készül, beszélünk, akkor az Andrássy család, a Bebek család, de más nagy családok vagy más személyiségek is, vegyük csak Tompa, mielőtt elejé végre a városában vagyunk, itt alkottak és itt tettek hozzá a magyar nemzethez. Nem beszélve arról, hogy a Rimamurány, Tarjáni, Vasmű, az Magyarországnak a büszkesége volt. Ön szerint ez a kettévágott palócföld, ha a tematikáját veszük, és a logisztikai kettészakítását, lelkileg is és önbizalomban is hathatott mindarra, hogy ennyire lecsúsztunk 100 év alatt? Vélemény szerint igen. A Covid alatt volt egy ilyen pszichológiai kutatás, és annak az eredménye volt, hogy azok az idősek, akik nem tudnak, ugye a szigorítások alatt nem léphettek ki a lakásukból, egy tanult tehetetlenséggel éltek. Ez azt jelenti, hogy megtanulták, hogy nem léphetnek ki, amikor megszűntek a szigorítások, akkor sem léptek már ki. Azért, mert ők megtanulták, hogy nem léphetnek ki. Én azt gondolom, hogy ugyanez igaz erre a palóc népre is, hogy ketté szakították, és megtanultuk, hogy ott van az a határ, és nem léphetünk el. És akkor itt van még egy olyan probléma, én azt gondolom, ami miatt egy tetevóról úgy tekintik, hogy itt nincs semmi. Hát valóban nincs nagyváros. Tehát nincs egy olyan lüktető nagyváros, Miskolc, Kassa, Eger, Pest, hát mondhatjuk, talán Komáromig menjünk el, most a városok tekintetében, nem a palócsák tekintetében, de akár csak Esztergomig, és akkor ugye északon itt ez a Nyitra vidéke. Szóljon Besztercebe, szóljon nem? Igen, tehát ezeknek a medencében vagyunk ott valahol középen. Tehát itt is perifériák vagyunk a nagyvárosi körgyűrűben. Tehát egy ilyen nagyon periférikus helyzetbe került ez a térség, egy rettentő nagy identitást tudatta. A térséget illetően nagyon érdekes, amiket mond ezek az automatizmusok, a belenevelt automatizmusok, mert én a szüleim generációjánál veszem észre azt, hogy amikor a magyarokról beszélnek magyar emberekként, akkor harmadik szemében beszélnek a magyarokról, hogy a magyarok, vagy megyünk magyarba. És a mi generációnk, amely már részben Magyarországon is él, fölváltva elvégre elköltözünk Budapestre, majd hazajövünk, vagy élünk akár Győr-Moson-Sopron megyébe, vagy különböző részén az országnak, mi ezt a határvidéket és ezt a megyék magyarban már nem érzékeljük, mert hát azt mondjuk, hogy megyünk haza. Nagyon érdekes megjegyzés azonban, hogy nagyon sokszor hallom, hogyha valaki velem ül az autóban, és átjövünk Magyarországra, hogy azt szoktam mondani, hogy úgy megnyugodott a lelkem, jobban biztonságban érzem magamat. Tehát otthon érzem magamat. Gondolja, hogy ez az elszakítottság ugyanúgy, hogy elkezdte említeni itt a nyugdíjasok esetében, ugyanúgy ráhatott a szüleink generációjára, és eltávolodtak a saját anyaföldjüktől, az anyaországtól, és azoktól a magyaroktól, akik ugyanúgy szerves része a magyarságnak, illetve a palócságnak, mint Trianon előtt? Biztos, hogy fizikailag eltávolodtak, mert egy fizikai határ képeződött. De én azt gondolom, hogy lelkükben biztos, hogy nem. Uh-huh. Tehát lélekben, tehát nem véletlen, hogy azért nagyon fontos az, hogy a gyermekeknek még mindig tanítsák az anyanyelvet, tehát a magyart anyanyelvként. Vagy ahol ez nem lehetséges, mert ugye azért csak Szlovákiában vagyunk, tehát azt tudni kell, hogy azért ahhoz, hogy valaki boldoguljon, kell tudni a szlovákul. De akkor is fontosnak tartják, hogy a magyart is ismerje és tudja. Bár megjegyzem, én nagyon fontosnak tartom, hogy a határ mindkét oldalán határsáva mind a két nyelvet beszéljék. Ez ugye hozzásegíteni ahhoz, hogy nem csak Szlovákiából járjanak át Magyarországra dolgozni, hanem lehetőség nyilván, hogy Magyarországról is Szlovákiába tudjanak dolgozni az emberek, ami az itteni térség megerősödéséhez vezethetne. De nem gondolom, hogy ettől a nyelvi problémától félni kéne, vagy nyelvi lehetőségtől. A logisztikai kapcsolat hiányában látja, hogy kezdte említeni a beszélgetésünk elején, a legnagyobb hátulütőjét ennek az összeolvadásnak és közös megerősödésnek? Elvégre arról beszélünk, hogy egyre több interreges projekt van, amely pont arra ad lehetőséget, hogy az ország két oldalán, két szomszédos ország oldalán együttműködések alakuljanak ki. Mégis olyan kevés mértékben és olyan kis mértékben érzékelhető, hogy ezek az interreges programok kézzelfogható formában
megvalósulnának, és azt látnánk, hogy valóban a felvidéki magyarság, vagy az itt velünk élő szlovákok együttműködnek az anyaországi oldalon élő magyarokkal, esetünkben palócokkal. Én ezt két oldalról is megközelítem, tehát nagyon fontos lenne, ugye itt, hogy térségként, tehát tényleg ne Szlovákiáról és Magyarországról beszéljünk, tehát ami a programnak is a célja, hogy összeforjon a határtérség. Ebben az előbb említettem az egyik problémáként azt látom, hogy még itt az Ipoly északi részén természetes, hogy egy ember mind a két nyelvet megérti. Ha nem is annyi nyelvi szinten, de el tud boldogulni mind a két nyelven. Ugyanez nem feltétlenül igaz az Ipoly déli partjára. Uh-huh. Tehát Magyarországon a szlovák nyelv oktatását én egy kicsit talán jobban szorgalmaznám. Hogy igenis, ha átjön Szlovákiába, akkor tudjon boldogulni, tehát egy kicsit magasabb szintű tudással, illetve a logisztika kapcsán, amit említenék, szerintem nagyon fontos lenne a közlekedés fejlesztése. A közlekedés két szintjét, infrastruktúrai szempontból és szolgáltatás szempontjából. Az infrastruktúrális szempontból ugye most már kezdenek építeni szépen az Ipoly hidak, tehát kezdik összekötni a két területet. Úgy gondolom, hogy ha megnézzünk egy térképet, hogy alakulnak a hidak egy belföldi folyón, vagy akár az Ipolynak azon a részén, ami belföldi folyóként található, illetve határfolyó szakasz tekintve, nagyon jelentős különbség a híd sűrűségben. Nem gondolom, hogy az emberek igénye más lenne ott, ahol belföldi folyóként folyik, mint ahol a határfolyóként, illetve ugye most már csak kvázi határfolyó, mert hogy a schengeni határok hálásnak nagyon sok mindent megengednek. A másik probléma, hogy itt a logisztikánál a közlekedési szolgáltatások. Tehát az egyik a közlekedési közszolgáltatások, amik nem léteznek határon átnyúló tekintetben. Egyértelműen mutatkozik az igény arra, hogy busz, vonat átmenjen a határon, és ne csak arról legyen szó, hogy Kassát összeköti Budapesttel, vagy Pozsony Budapest, hanem arról van szó, hogy az itt lévő kis települések lakossága tudjon a kisvárosok között busszal, vonattal közlekedni. Tehát jelenleg személyautóval tudnak maximum. Van, aki nem tud vezetni, van, aki nem vezethet, bármilyen okból, például életkor, tehát egy iskolás nem vezethet, tehát ő már be van zárva, de ez konkrétan meg is fogalmazódott, hogy sokan érzik azt a falvakból, hogy be vannak zárva, mert nem tudnak elmenni a legközelebbi városig, ami mondjuk az Ipoly másik oldalán van, és ez mind a két oldalon igaz. Tehát akár Ipolyság, akár Balassagyarmat, akár Salgótarjánoszont tekintetében is. Nagyon érdekes, sokat gondolkozok most, ahogy említi ezt arról, hogy ezt megoldották Rajka és Pozsony között. Tehát ott van egy busz, amely átköti Rajkát Pozsonnyal, és valójában a Rajkára költöző szlovák lakosság átjárhat probléma nélkül egy helyi buszjárattal, ahol pozsonyi jegyet vásárol, még csak váltania se kell, és áthozzák őt haza Rajkára. Viszont nagyon sokat gondolkozok azon, hogy itt valamilyen formában el kellene gondolkodni azon is, hogy mit akarunk ebből kihozni. Rajka átka ugyanis az volt, hogy megnyitották a lehetőséget az építkezésre, és már Rajkáról elmondható egy körülbelül 6000 lakossal rendelkező falu, ahol konkrétan a polgármester urat is ismerem, viszont a legnagyobb problémájuk az, hogy már magyarul alig beszélnek a faluban, mivel a pozsonyi lakosság költözött ki oda, és ott épített házat. Elindult egy olyan érdekes folyamat, amit ön azt mondott, hogy nyitottak kellene, hogy legyünk a nyelvre, és Szent István erre is tanított minket, amit Imre Hercegnek írt leveleiben, hogy legyünk befogadóak az idegen nemzetekre, de az idegen nemzet esetében például nem tanulják a magyar nyelvet. Tehát próbálkozások voltak Rajkán is arra, hogy megtanítsák az odaköltöző szlovák lakosságot magyarul, és egyáltalán nem volt érdeklődés iránta. Tehát azt mondták Rajkánál hivatalban, hogy mivel most már mi vagyunk itt többen, ezáltal szolgálják ki minket szlovákul. Ez nagyon érdekes, mert figyelem a különböző nemzeteknek a viselkedési formáját. Egy több ezer éves nemzet vagyunk, amelynek hossza történelmi időszaka és a történelme is elárulja, hogy nagyon befogadó nép volt, elvégre több népet fogadtunk be a történelem folyamán magunk közé, és mindig nyitottak voltunk, mert ez a kultúránkat gazdagította. Viszont vannak olyan fiatal nemzetek, amelyek nagyon kis történelemre tekintetnek vissza, akikben még mindig benne van a félelme, hogy ők elvesznek. Mert valójában az egész történelmük rövid.
És nagyon sokszor látom azt, hogy ők nem igazán nyitottak arra, hogy két nyelvűségben működjenek, és akceptálják a szomszédos országoknak a nyelvét. Elvégre ők egyszer veszélyeztetik azt is, hogy elvesztik az identitástudatukat. Gondolja, hogy az Ipoly vidékén megtörténhet ugyanaz az eset, mint Rajkánál, hogy elkezdik felvásárolni például a szlovák lakosság a magyar falvakban az olcsó ingatlanokat, és egy idő után oda kerülünk, hogy bizonyos fajta térhódítás alakul ki? Ez csak egy felvetés a részemről, de látom élőben Rajkán, mivel fociztam ott egy két évet, és teljesen belelátok a falu életébe mindmáig. Igen, találkoztam ezzel a rajkai esettel. Én azt gondolom, hogy ez nem általános. Tehát Pozsonynak agglomerációja lett Rajka. Igen. Nem tudom, Pozsonyban hány százalék a magyar lakosság. Nagyon kevés, talán 1-2. Igen, tehát várható volt, hogy nem magyarok fognak kiköltözni. Itt azt gondolom, hogy sokkal jelentősebb a magyar lakosság, mint Pozsonyban. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ez pont, hogy erősíteni azt, hogy hogy magyarok is maradjanak. Uh-huh. Tehát az, hogy itt azért még szinte mindenki tud magyarul is. Ebbe a kis családias ügyékbe. Mert azt gondolom, hogy ez a maga kis apró falvaival, a kis, tehát olyan picike. Olyan... Igen, itt mindenki ismer mindenkit, szokás mondani. Így van, tehát, és itt nem, tehát ugyanaz nem lett probléma, mint Budapesten is nem nyelvű, más problémák vannak a nagyvárosból adódóan. Ilyen szempontból azt mondom, hogy szerencsé, hogy mi rólunk úgy elfeledkeztek, de ott tényleg itt vagyunk a Szegedben, nem vagyunk, nincs a területi valdafényben is, és sokkal jobb lehetőségek vannak erre. Tehát itt, hál' Istennek nincs fővárosa. Tehát nem ugyanaz a feltétel, nem ugyanaz a környezet. Egy rövid szünet elejéig elbúcsúzunk, hallgassanak meg tőlünk egy dalt, és hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket a kettővágott palócfolt tematikában, dr. Feketénél, dr. Benkó Katával. Mindjárt jövünk, jelentkezünk. Üdvözlöm Önöket, vissza is tértünk adásunk második részébe, ahogy már bemutatkoztam és az elején elmondtam, a mai vendégünk dr. Feketéné dr. Benkó Kata, akivel a kettévágott palócföld témájáról beszélünk, üdvözlöm újra a műsorunkban, és említette az elején, és térjünk vissza újra erre a témára, hogy az utak, azok a gazdasági lehetőséget adják. Itt azonban jöhetnek azok a szkeptikus hallgatók, akik most úgy fognak reagálni, igen, de milyen lehetőségünk lesz, elvégre nekünk lecsökkentek a lehetőségeink az utóbbi száz évünkben. Ön hol látja a lehetőségét a palócföld fellendítésének úgy, hogy a gazdasági lehetőségeit kutatja? Igen, tehát ezek az utak, amikről beszéltünk, hogy megszűntek, valahonnan vezettek valahová. Ugye általában a két város kötöttek össze, plusz ugye felfűzöttek rá a kisfalva. Miért voltak ezek fontos? A kisfalvakból miért vezetett út? Hogy a helyi árut elvigyék, a helyi gazdaságban megtermelt árut, bevigyék a városi piacra, a városi szolgáltatást igénybe vegyék, és fontosnak tartom megjegyezni, hogy egymás között is tartsák a kapcsolatot. Azért az egyiknek megvolt az alapanyag, a másik faluba azt feldolgozták, és már feldolgozottan vitték esetleg a városba. Nincs ez most sem másképp. Tehát egyre nagyobb az igény, ugye ez ilyen természetes, kevésbé feldolgozott, mármint hogy nagyon feldolgozott termékekre. Egyre jobban felismerik az emberek, hogy sokkal jobb, hogyha egy háztáji tojását fogyasztják, sem mint a nagyüzemi helyeken megtermelt, nagyüzemi gazdaságban megtermeltet. És ebben látom azt a lehetőséget, hogy egy kicsit megerősödjön ez a helyi palócgazdaság is, ami viszont már egy turisztikai termék. Sokan jönnek ide, mert most is azért azt tudjuk a különböző helyi sajátosságok igénybevételére, tehát az étel különlegességek, ugye a strapacska, hát az csak itt van nálunk, igen. A haluska, tehát van egy jó pár ilyen étel, ami csak nálunk van, és egyre nagyobb az igény arra, hogy ezt megkóstolják. Egy kicsit kilépjenek a mindennapokból. Itt szeretném említeni ugye egy viszonylag új fogalma, a lassú turizmus is, ahol már nem élmény, egy pillanatnyi élményre vágyik az ember,
hanem arra, hogy elmegyek egy helyre, megismerem, átélem egy kicsit, egy teljesen más életélményt kapok, mint a mindennapjaimban, és ezzel töltődöm fel. Ugye a turizmus is a gazdaságnak az egyik fontos része. Tehát itt tudna szerintem kapcsolódni a kis helyi gazdaság, a helyi lakosság lehetőségei, és a turizmus is. És ugye ebben ugye nagyon fontos, még az, ha visszatérhetek a közlekedéshez, hogy egyrészt ugye maga a régió megközelíthető legyen, mert akkor tudnak akadálymentesen leérkezni, és akkor tudják bejárni, hogyha ez a régió belső közlekedési rendszere is biztosított. Tehát, ahogy mondtam, ugye infrastruktúra, illetve a szolgáltatások különböző. Amúgy ugye tematikus utakat is lehet szervezni, nem csak vendortúrákat, hanem olyan tematikus utakat, amit elgondol az ember, és valamilyen téma szerint végigviszi itt a különböző településeket. A legérdekesebb tematikus utakat jelenleg pont a velünk élő szlávok kezdik el felfedezni, a szlovákok, akik a gótikus utat építették itt kint Gömörben, mégpedig Szent László útján vezetik végig a templomokat. Olyan templomokba vezetik a látogatókat, ez a gótikus út, ahol Szent Lászlónak a legendáját, illetve Szent Lászlónak a freskóit megtalálhatják a látogatók a különböző templomokban. Úgyhogy érdekes, hogy a mi saját kultúránk és jellegzetességünk és értékeink, kincseinket egy velünk élő, külső szemlélő az, aki felfedezi és kezdi kiaknázni a lehetőséget, miközben mi valahogy vakon tekintünk rá. Ugyanúgy, ahogy ön azt mondta, hogy a strapacskában, a jutúró strapacskában és a többi milyen lehetőségek vannak, mert igenis meg akarják kóstolni. Mi itt nem látjuk a lehetőségét, mert két naponta fogyaszthatjuk, vagy naponta fogyaszthatjuk, és olyan megszokott számunkra. Viszont ha elmegyünk Budapestre, Dunakeszin van egy fogadó, amit épp rimaszombati vállalkozók építettek, egy fáz, ahová százával járnak a pesti extrapacskára, hogy megkóstolhassák a különlegességet ott bent a városban, vagy a Dunakeszi peremén. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy nem látjuk ezeket a lehetőségeket sokszor, mikor itt vannak a kezünkben. Igen, saját értékeinket nem értékeljük úgy, nem értékeljük föl annyira, mint amennyi annak a valós értéke. Tehát egy kicsit rosszul bánunk mi a saját vidékünkkel. Amíg nem tudjuk azt mondani, hogy nekem itt nagyon nagy értékeink vannak, és szeretném megmutatni. Természetesen nem tömegturizmusra kell gondolni, nem azt várja itt senki, hogy itt óriási tömegek legyenek, hanem épp annyi, amennyi, akinek meg tudom mutatni, amitől még értékes marad ez a vidék. Amit visszakapja az ember azt a nyugalmat, amit szerintem ez a vidék elraszt, pontosan azt kellene megtalálni, hogy ez egy érték, ez egy nagyon fontos érték. És majd szeretném megmutatni. Volt egy hasonlat ebben, hogy ugye valakinek van egy különleges kristálya. De addig, amíg bent tartja a fiókba és nézegeti, hát ő tudja, de az nem olyan érték, mint mikor kiviszi és megmutatja, hogy nézzétek, milyen gyönyörű kristályom van. Hát mi is legyünk bátrak, és figyeljük és mutassuk meg ezt a kristályt. Legyen így, az interjú elején beszélgettünk, itt eláruljuk a hallgatóknak, és beszélgettünk arról, hogy valamilyen formában elvesztettük az identitásunkat, és újra kellene fogalmazni, hogy kik is vagyunk mi. Mert hát tudjuk azt, hogy egyrészt a Magyar Királyság északi őrzői voltunk, Szent István korában a székelyekkel az volt a feladatunk, hogy mi északról védtük a Magyar Királyságot, a székelyek pedig keletről védték, és mondják is a legenda szerint, hogy testvérnép vagyunk. Tegyük hozzá azt is, hogy Kárpát-medence legnagyobb népcsoportja vagyunk, amely óriási területet fed le. Ízes a nyelvünk, ami már magában véve szórakoztató azon, akik hallgatja. Gyönyörű kultúránk van, mert ha megnézzük azt, akkor bármikor versenyezhetünk a kalocsaival, a csángóval, bármelyikkel, a székellyel, mert elképesztően színes palettát tudunk megkínálni az ide látogatónak a kultúránkat illetően. Találkozik itt különböző kultúra, mégpedig a németnek egy kicsit a foltja. Azon kívül itt van természetesen a szláv, amelyik velünk él évszázadok óta. Itt van közöttünk most már a cigán is, amelyik szintén erősödik, tehát ennek a kultúrának is a jellegzetességét. És itt van a több ezer éves magyar kultúra, aminek a csodájára járnák a világból az emberek, mi pedig ezt valahogy nem értékeljük. Látja ön a lehetőségét annak, hogy valóban definiáljuk, hogy kik is vagyunk, mit is tudunk kínálni, és ezt a világnak úgy kitegyük az ablakba, ahogy említette most a kő esetében? Szerintem igen. De ezt nekünk magunknak kell definiálni. Méghozzá úgy, hogy igenis tudatosan felépíteni azt, hogy kik is vagyunk mi. Természetesen autentikusan, tehát egy hitelesen
Viszont ahogy elmondta ezeket az értékeket, és ugye említve a cigányságot is, hát a cigány zenére óriási kereslet van. Ugye magát a palócokat mindenki tudja, hogy ki, de nem ismerik azokat az értékeket, amikkel mi úgy rendelkezünk. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos lépés lenne, ez a közös identitásképzés, hogy a meglévő, fejben még meglévő határokat lebontsuk. Hogy közösen tudjunk gondolkodni arról a közös értékünkről, ami rendelkezésünkre áll, és meg közösen mutassuk meg. Milyen jó, háromszor mondta azt, hogy közös. Igen, nagyon sokszor találkozom azzal, hogy ez a mai kor, ez folyamatosan azt mondja, hogy kell valaki, aki ezt az egészet megcsinálja. Kell egy. De egyre jobban érzékelem, és a világot járva utazóként, kereskedőként azt látom, hogy csak közösen lehet, ahogy most háromszor is kimondta egymás után. Tehát vagy összefogással, vagy semmilyen más úton nem létezik, mert egy ember ezt nem tudja elindítani, csak összetett erővel. Én úgy gondolnám, hogy egy ember kell, aki koordinálja. És sok ember kell, aki mindenki a saját részét, a saját tudását, a saját elhivatottságát hozzáteszi. A közös már még egy nagyon fontos kulcs szó lenne talán, az elhivatottság. Tehát úgy gondolom, hogy akkor lehet ez igazán értékes, hogyha ezt az emberek elhivatottság, akik ebben részt vesznek, elhivatottan csinálják. Tehát ezt nem biztos, hogy rögtön gazdasági alapon meg lehet csinálni. Előbb-utóbb át fog fordulni vélhetően, de szerintem ezt nem ezért kell. Igen, hanem a megmaradásunk. A megmaradásért. Nagyon érdekes, mert vendégünk volt a műsorban a Nemzet Gazdásza is, aki egyetlen egy első emberként kapta meg a Nemzet Gazdásza kitüntetést, mégpedig Juhász Pista bácsi innen Hamváról, aki a mezőgazdasági vállalatával az utóbbi évtizedekben 80 éves úriemberről van szó, idősek otthonát hozott létre, a Gólyához című vagy elnevezésű kávéházat hozta létre Hamván, Tompa Mihály emlékére, ugyanúgy szoborparkot Hamván született hírességek nevében, nagyon sok mindent tette a mezőgazdasági vállalkozása mellett a magyarságért, és megmaradt bennem a Nemzetgazdászának egy mondata, aki azt mondta, hogy mindig, amit csináltam, azért csináltam, hogy az embereknek legyen jó. És én néztem rá, hogy ez már annyira elveszett, és a végén hozzátette, mert amikor azt láttam, hogy körülöttem a többiek boldogok, akkor én is boldog voltam. És talán ezt látom a legnagyobb háttérbe szorított pozíciónak, hogy a mai ember keresi ezt a boldogságot, utazik a világban, ide-oda szalad, mint egy kis nyúl, és keresi, hogy hol is ez a boldogság, különböző cikkeket, könyveket olvas róla, pszichológusok videóit nézi. Miközben én azt mondom, hogy a boldogság pont ott kezdődik, amikor látom, hogy a másik ember boldoggá tudtam tenni. Igen, szerintem is, és ezt kell elérnünk itt, hogy a körülöttünk lévőket boldognak lássuk, és akkor mi is boldogok leszünk. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm a látogatását, nagyon szépen köszönöm azt, hogy elmondta a lehetőségeket. Természetesen zárszó nélkül nem engedem el, úgyhogy a hallgatónak jó lenne, hogyha valamilyen zárszóval is mondanánk, hogy a Palócföld, ez a gyönyörű, kultúrával, történelemmel teli föld, ami tele van kastélyokkal, várakkal, várvédő vonalakkal, és mondhatjuk úgy, hogy véres történelemmel is, amiből már tudunk profitálni, mert ezeknek a történeteknek a lényegét el tudjuk mesélni a kultúra által, illetve a látogatók által a turistáknak. Mit kellene, hogy tegyen, hogy valóban felébredjen, elinduljon, és azt mondjuk egy 20 év múlva, hogy egy nagyon kedves, turizmussal teli, gyönyörű, szeretettes, áldott vidéken élünk. Azt gondolom, hogy közösen gondolkodni és közösen cselekedni. És ennek megteremteni a feltételeit. Talán ez lenne a legfontosabb, hogy azok a elkezdődő közös gondolkodások, ami a határ két oldalán és hogy az internetben is azért valahol elkezdődött, azokat megerősíteni és felépíteni. És palócul gondolkodni. Legyen így, legyen áldás akkor ezen a tevékenységen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer dr. Feketéné, dr. Benkó Katának, hogy ellátogatott, és a kettévágott Palócföldbe beleavatott minket, hogy mit is jelent ez mindmáig, milyen ráhatással van, de másrészt mi az, ami a küldetésünk, és amit meg kell mutatnunk a világnak, hogy igen, egy kettévágott föld is tud újraépülni, újraerősödni, közösen, ahogy említette többször is az interjú folyamán. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk a stúdióban, nagyon szépen köszönjük a szolgálatát, amit nemzetünkért, a palócokért tesz. Köszönöm szépen, és így lehettem. Nagyon.
Örülök. Viszont hallásra, viszont látásra, hölgyeim és uraim, önök a Küldetés Tudat című műsor újabb adását hallották, amit ahogy már megszokhattak hétfőnként 18 órakor sugárzunk itt a Gömör és Nógrád rádióban, visszahallgatható kedden 10 órakor, illetve rádiónk archívumában, a YouTube-on. Még megjegyzem, ne feledjék, fel is tudnak iratkozni a YouTube csatornánkra, csak egy klik és megkapják legújabb hanganyagainkat. Köszönöm szépen, Bódi László voltam, a viszont hallásra, a viszont látásra.